Visszaadná a földeket a helyi gazdáknak Márki-Zay és fejlesztené a székkutasi egészségügyi ellátást is. Hamarosan 15-20%-kal is többe kerülhetnek az élelmiszerek. Az áremelkedést áruhiány is tetézheti, vélik a szakemberek. Népszerű színdarabbal zárult a Besenyei bérlet. A nézők dönthetnek a következő évad produkcióiról is. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a Híradót látják, Kozó Attila vagyok. A székkutasi gazdák helyzete, a helyi egészségügy hiányosságai és az ivóvíz minősége is szóba került Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt csütörtöki fórumán Székkutason. Egy helyi védőnő a településen megszűnt terhes és gyermek szakrendelés miatt, mások pedig az igazságtalanul elosztott földterületekkel kapcsolatban fordultak a politikushoz. Hogy van még politikai pályán? Lázár János. Kérdezte egy székutasi lakos Márki-Zay Pétertől, a választókerület országgyűlési képviselőjelöltjétől a politikus csütörtöki fórumán. Márki-Zay Hódmezővásárhely egy olyan romániai testvérvárosának példájával reagált a kérdésre, ahol volt elszámoltatás. Nagybányán a polgármesternek volt mintegy 200 milliós vagyona, amivel nem tudta elszámolni, nem tudta megmagyarázni, hogy honnan van. Tudom, hogy fideszéseknél ez a 200 millió nem számít nagy pénznek, de Romániában ez bőven elég volt ahhoz, hogy a kolozsvári bíróság teljes vagyon elkobzásra ítélte. Mert nem tudta megmagyarázni, hogy honnan van neki 200 millió forintja. Hát Lázár Jánosnak elég sokáig kéne számolni a 200 millióit. A politikus Székkutason kitért az ivóvíz kérdésére is, amely évek óta problémát okoz a helyben élőknek. Márki-Zay ennek megoldását ígérte a fórumon. A lakosság részéről szóba kerültek a székkutasi egészségügyi ellátórendszer hiányosságai is. Én 56 évvel ezelőtt kerültem Székutasra, mint védőnő. És abban az időben, tehát 56 évvel ezelőtt volt gyerekszakrendelés, volt terhes szakrendelés, és volt minden évben rákszűrés. Most nincs semmi. Nincs gyerekszakrendelés, nincs terhes szakrendelés, és a másik az óriási várólisták, és az ember kénytelen maszekhoz menni és fizetni. A lakossági fórumon volt olyan székutasi is, aki mezőgazdasággal foglalkozik, és ezen a területen szeretne változásokat látni. A kis és közepes gazdáknak ígért hatalmas támogatásokat, földet, ezt-azt a Lázár János agyából ki is pattant ez a föld kérdés, ami sajnos itt Székutason nem tudom hány személy, hány székutasi kapott abból a 2000 hektárból földet, aki abból élne mög. Nyújtsa fel a kezét. A mezőgazdaság és a földek elosztásának kérdésére a képviselő és miniszterelnök jelölt így reagált. Az egész megyében a legtöbbet Lázár János rokonsága szerzett, 600 hektár földet szerzett azon a földárverésen. Nem is, egy csomó helyen nem ismertek licitálni. Lázár ellen senki nem mert rá licitálni a földre, és akkor valóban itt Székutas határában is a Lázár emberei vásárolták meg a földeket. De az egész országban hiába mondták azt, hogy a szabály az, hogy 300 hektár lehet a maximum, és helyben élő gazda kaphatja. Hát Mészáros Lőrincnek akkor hogy lett 45 ezer hektárja? Ha ő mindenütt helyben élő gazda? Vagy hogy lett ez? Tehát mi azt látjuk, hogy teljesen törvénytlenül, szabálytlanul, zsebszerződésekkel, stb. Strómanokon keresztül fölvásárolták a földeket. Ezért minden, ami törvénytelen, azt vissza kell csinálni, azt vissza kell venni. Azokat a földeket, amit így a tolvajoktól visszaszedünk, oda kell adni a helyben élő gazdáknak, és biogazdálkodóknak, kisgazdaságoknak intenzív állattartásra, mezőgazdaságra kell odaadni. Márki-Zay azzal zárta a lakossági fórumot, hogy Székutason meg kell oldani az ivóvíz problémáját, vissza kell adni a település iskoláját, a megszüntetett egészségügyi ellátásait és a helyi gazdálkodóktól elvett földterületeket. A Magyarországon előállított élelmiszer az ország önellátásának fontos eleme, mondta Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára a Hungexpón megrendezett élelmiszeripari kiállításon. A kiállítók közül többen jelentős, minden terméket érintő áremelkedésről számoltak be. Az energia és a szállítmányozási költségek emelkedését hamarosan a fogyasztók is érezni fogják, mondták az ágazat képviselői.
Minden fogyasztási cikkre és élelmiszerre kiterjedő drágulásról beszéltek a szakemberek Közép-Kelet-Európa legjelentősebb élelmiszerpiaci kiállításán, a Szirha Budapesten, a Hung Expo kongresszusi központban. Jankó Miklós, a 3000 magyar vállalkozást, többek között sütődei alapanyagokkal ellátó Irex Stamag ügyvezetője, a külföldi kapcsolatai jelentőségére tért ki az áruhiány elkerülése érdekében. Van egy partnerünk, aki gluténmentes termékeket gyárt, és a mi gluténmentes lisztünkből állítja elő ezt. Ő szavatolni tudja a lisztérzékeny fogyasztóinak, hogy minden alkalommal, amikor visszatérnek a boltba, ezért a termékért, akkor nem egy üres polcot találnak. Az, hogy mennyire lesz kint ez a termék, ha csak az euró gyengülését nézem, vagy a forint gyengülését az euróval szemben nézem, akkor biztosan vehető egy 15-20%-os emelkedés az idei év során, ez szinte elkerülhetetlen. Megkérdeztük a 300 ezer magyar vállalkozást kiszolgáló Metró képviselőjét is, hogy széles termékpalettájukban még drágulhatnak leginkább. Taferner Ákos marketing igazgató az áremelkedés problémája mellett az áruhiány lehetőségét sem zárta ki. Szerintem bárhova elmegyünk, ugye látjuk, hogy az alapvető termékeket, de az emelkedő energiaárak miatt gyakorlatilag mondhatjuk, hogy minden terméket érint. Nem élelmiszer kategóriában szintén látszik, ugye az elszálló szállítmányozási költségek miatt. Igazából ez bármelyik irányba, tehát bármelyik kategóriát nézzük itt, ez a jövőben is, meg hát folyamatosan azért ez növekszik az ár. A rendezvényre kilátogatott Pap Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára is, aki a Magyarországon termelt élelmiszert hazánk önrendelkezésében kulcskérdésként látja. Rendkívüli nagy a potenciál a mezőgazdaságban, ami azért is fontos üzenetértékű mindannyiunk számára. Az élelmiszer az önrendelkezésünknek a részét képezi. Rámutatott az elmúlt időszak, hogy talán a legfontosabb kulcskérdésé vált az élelmiszeriparnak a helyzete, hogy saját magunknak tudjunk megbízható, jó minőség és folyamatosan biztosítható élelmiszerrel rendelkezni. Ezt a célt tűzte maga elő a vidékfejlesztési program is, melynek zászlós hajójává vált az élelmiszeriparnak a fejlesztése. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott, hogy Magyarország talajtani adottságai kiválóak, így ha véget ér az elmúlt hónapokat meghatározó aszály és megfelelő mennyiségű csapadék hullik, akkor elegendő zöldség, gyümölcs és gabona lesz az országban, de kérdés, hogy milyen árakon. Több mint 120 szabadtéri tűzeset volt 2022-ben a megyében, országosan 5600. Legutóbb tegnap csaptak fel a lángok a kiszáradt aljnövényzetben Hódmezővásárhely külterületén, szerencsére senki nem sérült meg. Az év első három hónapjában 123 szabadtéri tűz volt Csongrád-Csanád megyében, összesen mintegy 16 hektárnyi terület égett le, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy jelenleg is tűzgyújtási tilalom van mindenhol az országban, így Hódmezővásárhelyen és környékén is. Még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A tilalom azonban nem vonatkozik a kerti grillezésre, bográcsozásra és a szalonna sütésre. Jóval az augusztusi határidő előtt elkészült Hódmezővásárhely városfejlesztési stratégiája. Március 28-án napközben lezárják a Tóth Sándor utcát, és változik a forgalmi rend a Szent Antal utca felújítása miatt is. Vágó János vezényletével tavaszváró koncert lesz vasárnap a Besenyei Ferenc Művelődési Központban. Rövid híreink következnek. Kész Hódmezővásárhely városfejlesztési stratégiája. Szakmai munkacsoportok a civil és a vállalkozói szféra bevonásával gyűjtötték össze a fejlesztési elképzeléseket. A szakértők pedig meghatározták a fejlesztési irányokat és megoldásokat is javasoltak a megvalósításhoz. Az elkészült munkaanyaggal kapcsolatos észrevételeket, véleményeket március 27-ig várják az önkormányzatnál. A fenntartható városfejlesztési stratégiáról szóló dokumentumot várhatóan az áprilisi közgyűlésre terjesztik be. A Szent Antal utca felújítása miatt a Mária Valéria és a Deák Ferenc utca közötti szakaszon továbbra sem közlekedhetnek az autósok. A Mária Valéria utca és az Andrássy út között is megkezdődtek a munkálatok, ezért március 28-ától ez a szakasz egyirányúvá válik az Andrássy út irányába. A gyalogosok az utca jobb oldalán közlekedhetnek hétfőtől.
Vágó János vezényletével tavaszköszöntő hangversennyel lép fel a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjas Hódmezővásárhelyi koncertfúvós zenekar a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ színház termében. A március 27-i koncerten ott lesz Kónya Krisztina énekművész is, ahol teltház várható, ugyanis előzetesen minden helyet lefoglaltak. Mindenki hord valamilyen álcát, ami egyszer lehull. Ennek a folyamatát kísérhették figyelemmel a nézők, sok-sok humorral fűszerezve tegnap este a Művelődési Központban, ahová a világ egyik legtöbbször színre vitt történetét, a kaktuszvirágot hozta el az Orlai produkció. A nőcsábász fogorvost Ötvös András, míg a szúrós asszisztenst Kovács Patricia alakította az idei Bessenyei Bérlet utolsó előadásában. Én alig ismerem! Hát 10 éve itt ülök a rendelőjében, úgyhogy láthatnám minden. Adott egy fogorvos és asszisztense, aki egy kicsit nem figyel oda, és már is főnöke kellék feleségeként találja magát, és ezzel elkezdődik a hazugságok sorozata. Ez adja az alapját a Kaktuszvirág című színdarabnak, amelyben a szúrós beosztottat Kovács Patrícia alakítja. Elmondása szerint több szempontból is vonzó volt számára ez a szerep. Egyrészt Novák Eszter rendező mindig garanciát jelent neki, másrészt figurája nagy átalakuláson mehet át. Úgy keresték rám ezt a darabot az Orlai, hogy, hogy lényegében legyen egy olyan darab, ami 7-kor elindul egy szereplő, akiről gondolnak a nézők valamit, és 10-kor, amikor vége van, már egészen más gondolnak róla, tehát lehet egy ilyen nagy évet bejárni, és kicsit ilyen hattyú történet, hogy változik meg milyen is valójában. Úgyhogy ebben ez egy nagyon nagy kihívás volt ilyen szempontból, hogy kinyílik ez a nő. A Kaktuszvirágát 1965-ben mutatták be, és egyből meghódította a közönséget. Azóta is az egyik legtöbbet játszott előadás a világon, a korszak slágereit is felvonultató Broadway változatot azonban a hazai közönség most az Orlai produkció jóvoltából láthatja. Alapvetően az emberi természet nem változik, vallják a készítők, ezért ezt a darabot sem kellett aktualizálni, hiszen így is érvényes tudott maradni. A szórakoztatása miatt meg azért, mert megejtően hozza közel a borzasztó horpadásokat, meg nyomorúságot, ami ilyen mögött van, a befésült haj, meg a nem tudom, megnyugodni képtelen nőcsábász. Ami nyilvánvalóan egy ilyen félelem, vagy mindig valami vákum, valami légüres tér, valami menekülés. Sem Ötvös Andrást, sem Kovács Patriciát nem kell bemutatni a helyi közönségnek, hiszen már mindketten álltak az itteni színpadon, még a pandémia előtt. Számukra a járvány időszak sem telt munka nélkül, míg Patrícia színház TV háziasszonyaként népszerűsítette imádott szakmáját, addig András napi sorozatban kapott feladatot. A vásárhelyi évad sem a megszokottak szerint alakult, csúszást tapasztalhattak a hűséges színházba járók. Érdemes volt várni erre az önfelett kacagástól hangos Kaktuszvirág című darabra is, hiszen méltó lezárása volt az idei Bessenyei Bérletnek. Ön mit szeretne megnézni a következő évadban? 13 előadás közül választhatják ki a vásárhelyiek azt a 6-ot, melyek a 2022-23-as Bessenyei Bérletbe kerülnek. A Művelődési Központban fontosnak tartják hűséges látogatóik véleményét, ezért a következő 2 hétben a helyszínen vagy a közösségi médián keresztül szavazhatnak a kedvelt színházi produkciókra. Az intézmény mottója változatlan, helybe hozzuk a kultúrát. Fergeteges látogatás, minden lében 3 kanál, Sziszi a magyar királyné, teljesen idegenek vagy advent a Hargitán. Csak pár előadás, amelyek esélyesek arra, hogy bekerüljenek a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ következő bérles sorozatába. 13 darabot választottunk ki, színházi darabot, amelyet szeretnénk megszavaztatni a közönséggel. Ugye ezt az elmúlt 2 évvel ezelőtt ugye így csináltuk, hiszen én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mivel
ezt a besenyei bérletet is a közönségünknek, vendégeinknek szervezzük, ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha ők is elmondják a véleményüket, hogy mit szeretnének látni. A közönségnek csupán annyi a feladata, hogy a felsorolt 13 előadásból válasszon ki 6-ot, mert a besenyei bérletbe ennyi bemutató fér. Az eddigi visszajelzések azt mutatják, hogy a vásárhelyek elsősorban a könnyed műfajokat részesítik előnyben, mert színházba járni azért szeretnek, hogy szórakozzanak. Így most is főleg a vígjátékok kerültek túlsúlyba a magyar színjátszás színe javával. A Hódmezővásárhelyen nagyon éheznek a kultúrára, és nagyon szeretik, hogyha nagy színházi előadás van a repertoáron, és olyan színészek érkeznek, akiket tényleg mondjuk csak Budapesten vagy más vidéki városban láthatnak, és akkor nyilván helybe hozzuk a kultúrát, helybe hozzuk azokat a színházi darabokat, amit nagyon-nagyon fontosnak tartunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg itt aztán abszolút megtalálható mindenféle előadás, mindenféle karakter, mindenféle színész. A művelődési központ aulájában egy paravánon az összes darab története és szereplőgárdája megtalálható. Érdemes végigböngészni az ajánlásokat és utána szavazni a helyszínen, vagy akár az intézmény közösségi média felületén a következő 2 hétben, mert így arra lehet majd bérletet vagy jegyet váltani a következő évadban, ami valóban érdekli a vásárhelyeket. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, vasárnap kezdődik a nyári időszámítás. Elvileg hajnali 2 órakor kell 3-ra átállítani az órákat. Én azért azt mondom, ne keljenek fel, elég lesz reggel elveszíteni azt az 1 órát. Hírműsorral hétfőn 17:30-kor jelentkezünk legközelebb. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!